Tehát az egy nem mentem volna elmondani. És hát nagy örömmel láttam Kerekes professzor Díjas uraiban, hogy az egyik gumicsont az ugye a boldogság című történet, és ezek közé is ugye akkor a legfrissebb ilyen csonttal tudok foglalkozni. De hogyha azt is észreveszünk, hogy lépcsőfokokról is beszélhetünk, akkor ez az aktuálisan legmagasabb lépcsőfok, tehát én is akkor talán érdemes erről beszélni. És itt rögtön itt az előadás, a program elején itt a Velizei Erzsébettel beszéltünk, hogy tulajdonképpen nem is feltétlenül evidens a fenntarthatósági körökbe vagy zöld körökbe az, hogy miért kell egyáltalán boldogságról beszélni, vagy hogy kerül ez a csizma az asztalra, és hát remélhetőleg erről is tudok most valamit mondani. Jó, na most világos, hogy ebbe a körbe ez az ipat vagy iPad formula teljesen jól ismert, és mondtam, hogy ezt részletekben mennem nem kell, hogy ismertessem. Ugyanakkor próbálok majd erre építeni, ezért nagy vonalakban abból a szempontból azért mégis csak szeretném megvilágítani, ahova én aztán majd tovább akarnám ezt fejleszteni. Tehát ugye a lényeg az az, hogy valahogy próbáljuk számszerűsíteni azt, hogy az egész emberiség úgy emlok, mekkora környezetteremlést okoz, és ez lenne az impact, az I ebbe a tényezőben. És ezt a dolgot megpróbáljuk felbontani ilyen vektorokra, akkor úgy tűnik, hogy ez a három vektor a legfontosabb, ami aztán kiadja ezt az impactot. Népesség, jólét és technológia. És igazából ezt ugye már a 70-es évek óta ismerjük, és akkor válik ez igazán ütősé, hogyha valahogy tudom számszerűsíteni, mert addig ez egy szép elméleti dolog, ami egyébként nagyon jó formája a hallgatóságnak is a szemléletét, el lehet játszogatni különféle forgatókönyveket, ami lesz 2050-re, és ez egy hasznos dolog. De hogyha mégis tudom, az lesz az igazán nagy ereje ennek az egésznek. De népességet mérni azt már elég régóta tudjuk, meg kell számolni az embereket. Tehát erre van oda. De affluence-et mérni, hogyha mondjuk ezt a GDP, illetve a egyfőre vetett értékével számoljuk, akkor erre is vannak már egészen jó adatok, és ez már volt a 70-es években is, tehát ezzel sincs probléma, és igazából még egy kellene ahhoz, hogy ez a rendszer szépen megadja magát, és ez az, ami egy viszonylag újabb történet. Tehát valahogy ezt az impactot, ha tudnám mondani, akkor a környezet terhelése van az emberiségnek, vagy egy kisebb részhalmazának a környezetre, akkor milyen tudom lenne. Hát nyilván ez valami agregált környezetterhelési mutatók kell legyen, és ez ugye az ökológiai lábban, ami szintén valószínűleg ismertetve a körbe, tehát be lehet hozni ide azt, hogy globális helytár. Vagy valami egyszerű mutatót, mondjuk például széndioxid egyenértékben különféle károsanyag kibocsátás, de az nyilvánvalóan egyfelől ugye megszabadít néhány módszert a nehézségtől, másfelől pedig tudni kell, hogy az nem lesz annyira agregált, tehát itt egy ilyen nehézség vagy egy trade-off azért mindenképpen van. Minden esetre én most ebbe a képletbe ezt behozom, és hogyha behozom, akkor ugye minden része a rendszernek világossá válik, és végül ez a misztikusnak tűnő technológia is, mert nyilván a baloldal és a jobb oldal azonosságot kell adjon, az értelmesítővé válik, globális hektár per GDP formában, vagy még konkrétabban mondjuk millió globális hektár per 1000 dollár, hogyha mondjuk dollárban mérjük a GDP, a gazdasági teljesítményt, és akkor ez így már akár számítható is volna. Na, és akkor ez a rövid bevezetés, és akkor mi a bajunk nekem ezzel? Amellett, hogy ugye elismerjük, hogy ez nagyon fontos és összefüggés. Hát valami olyasmi, hogy hát, hogyha ugye erre próbálunk felhúzni a stratégiánkat, a fenntarthatósági programunkat, akkor valahogy valami olyan vágányra futunk, ami mintha azt üzenné, hogy azért élünk, hogy együnk. És itt ugye az evés, az a környezetterhelés volna, de az természetesen minden élőlény. Hogy az nem csak az emberek, hanem ugye a békák, meg az elefántok, stb. Valamilyen módon ugye impaktja van ezeknek is a környezetre. Tehát a világ legtermészetesebb dolga az, hogy fogyasztunk is környezetterhelésünk van, és ha az emberiségre vonatkoztatjuk, akkor úgy tűnik, hogy ugye erről szól, hogy ugye, azért élünk, hogy együnk. Valójában ugye pedig nem erről van szó, hanem ugye azért eszünk, hogy éljünk, és az élet az valamilyen
magasztosabb történet az anyagcserénél és környezetterhelésnél. És ezért ugye egy kicsit ezt az egész formulát valahogy át lehet alakítani. És akkor itt a következő volna, ami az a csizma az asztalon, hogy hát valahogy ezt kellene megcsinálni. Hogy hát, oké, hogy rendelkezőt adunk, és azt az előző iparformulával ezt lehet szépen elemezni, de ekközben nem lenne rossz, hogyha egy ilyen boldogok elégedettek is lehetnénk, és a saját személyiségünket. Most egyéni szinten értelmezünk ezt a dolgot, hogy tudnánk gondolkoztatni, és nyilván, hogy ez nagyobb közösségünkre vagy akár az egész emberiségre is értelmezhető. Tehát ez lenne a lényeg, a fő cél, legalábbis az én értelmezésemben, amiről talán még esetleg konszenzus tud lenni. De ezt ugye meg lehet mutatni. És akkor itt most a következő van, hogy hát valahogy az, hogy boldogsághoz nagyon ezoterikusnak tűnő történet, és hát a tudománynak az a főáram, nem nagyon tud azzal, amit kezdeni, hogy hát gyerekek legyünk boldogok, stb. Egészen addig, amíg nem tudjuk ezt valahogy számszerűsíteni. És hát ugye erről a szemináról is beszéltem gyakran, és aztán előjött egy hallgató, hogy hát tulajdonképpen maga a mérés, meg a számszerűsítés az is materializmus, és hát én is így van. Tehát ezt a kompromisszumot azért így is meg kell, hogy kössem, azért, hogy érthető legyen, és hogy bele tudjuk vinni a tudomány és a politika diskurzusába ezt a gondolatot, és ezért ugye volt mérni kell azt a dolgot, ami elvileg mérhetetlen, és ennek legalább annyi baja van, mint az ökológiai lábunknak, hogy hát most oké, de éppen úgy számolom, és miért van úgy, és ez nincs benne, de benne kéne legyen, és így tovább. De itt is szóval arról általában ez szokott eljönni a tudományos körökbe, hogyha boldogságot akarok mérni, akkor mérjem a szubjektív jogrétet. És ezt ugye manapság így szokták mérni, hogy van egy kérdés, kérdezzenek a tüskét bogarat, és az egyik kérdés, és ezt mondjuk nagyon megkapó benne, hogy egyetlen kérdésre kell válaszolni, és azt le lehet fordítani a világ összes nyelvére. Persze, hogy melyik nyelven mit jelentenek az egyes szavak, az már befolyásolhatja a választ, de ennél egyszerűbbet akkor sem lehet kihozni, de itt az eredeti angol, és itt a magyar változat, hogy minden egybevetve mennyire elégedhető a jelenlegi életével, és akkor ez egy ilyen szubjektív jólégtörténet, aztán azt lehet ragozni, hogy hát igen, van a boldogság, ami egy ilyen rövidebb távú, szűkebb történet, amit ugye befolyásolhat az is, hogy éppen konkrétan jelentem az otthon, vagy éppen meghalt valaki, ez ugye a boldogság, ami rövidebb távon mozog, és ez elvileg egy annál távabb történet, amit elvileg nem kellene, hogy befolyásoljanak ezek a rövid távú életesemények, hogy na úgy összességében mennyire vagyunk elégedettek is. Örömteli dolog, már mindazzal együtt, amit az előbb elmondtam, hogy azért kezdenek lenni adatok erre, tehát ezt egyre több intézet, ugye ezt lekérdezni, hogy az adatok egyre inkább rendelkezésre állnak, van ilyen adatbázis interneten, ez a Greenhoven, ez a Holland, ez egy gyűjti adatokat, és az ugye elérhető, tehát időbelileg is vannak idősoraink erről, meg különféle országokban is vannak, és többé-kevésbé összehasonlíthatók az adatok, ami jó hír, pontosan úgy összehasonlíthatók, ahogy a GDP adatok is, az ismert korlátokkal, és ezért ugye a kisebb jelentésekre ezt szépen bele lehet vinni. Na, tehát akkor mérjük valahogy ezt a jólétet, és akkor tulajdonképpen benne is van egy olyan integratív igény, amit mondjuk a Gergő, hogy hát valahogy a sokféle szempontot, ami egy modellbe, ha össze tudnánk hozni, akkor lehet, hogy jobban átlátnánk azt a sok szertágazó törekvést, ami a fenntarthatóságot is illeti. És ezért én most gyorsan ezt a következő modellet próbálom bemutatni. Most fog nekem szólni? Fog. Jó. Hogy hát ugye boldogság forrásai, vagy elégedettség. És hát ugye mindenki, hogyha most azt mondanám, hogy gondoljon olyan dolgokra, amik őt boldoggá teszik, akkor hát néhány ilyen általános kategóriát leszámítom, mindenki volt más dolgot mondana, és más mixe a dolgoknak lenne az, ami boldoggá teszi, és ez így van jó. Viszont azt állítom, hogy ezek a dolgok, ezek bizonyos skatujákból besorolhatók, és pedig ez a skatuja a következő tudna lenni. Az egyik, hogy vagy anyagi az a dolog, ami
minket boldogát tesz, vagy nem olyan, hogy immateriális. Elég jó lesz, el lehet dönteni, és vagy ez, vagy az, tehát nincs olyan, hogy jó. A másik pedig, vagy ki tudom fejezni pénzben, és ha ki tudom fejezni, akkor mi fiatal is hozzáférhet, de azt jelenti, hogy az jön a valami, ami minket boldogát tesz, átszinteló, vagy nem fejezem ki, vagy ki tudom fejezni, de az én boldogságom az jobb, hogyha nem fejezem ki, és nem piacon veszem, és akkor immunitár is lesz ez a dolog. És akkor ez a kétféle csoportosítás, ami egymást teljesen független, de ugyanazt a halmazt bontom jobbra vagy balra, egyszer is lehet nézni, és akkor egy ilyen kétszer-kettes mátrix kapok, mátrixot, és az ebből ugye kiadnak bizonyos szellákat, és akkor látszik, hogy például mondjuk, ami fenntarthatóságilag probléma lehet, az az alsó sor, ami ugye anyagi materiális, be is szűrtítettem, ugye ezek volnának a fiszkos anyagiak, de kell ugye az étkezéshez, és hát odáig azért nem tudhatunk, hogy ezt ne ismerjük el, és ezek ugye az immateriális dolgok, amelyek szintén kellenek ahhoz, hogy boldogok legyünk, de közvetlen környezetterelés nem okoz, és ez lenne a felső sor, és akkor nyilván, ugye, hát én mint közgazdász vonalról érkező, de hogy általában még nem közgazdászok is, de erősen fognak megközelíteni a gazdaság és a GDP és nem tudom mi. Illetve a mostani konferencián is lesz erről valószínűleg bőven szó. Ez fontos, hogy piacon veszem, hogy nem, tehát ezt az egész ügyet átmegy ez a másik csoportosítási lehetőség, és akkor itt szépen végig lehetne menni a lenni időt, kicsit bele is gondolhat, hogy az egy-egy szellámban mit tartoznak, de ez a hármas, amit piacon veszek és anyagi dolog, azt mondom, hogy ez a közgazdaságtannak a leginkább klasszikus területe, tehát hogy legyen fűtés, legyen étel, és hogy ez milyen piaci áron áll, hogy milyen költséges, a többi ez a közgazdaságtannak az igazi irodalma. Ez ugye a hozzáadott érték, ez egy lényeges dolog, ami már ugye nem feltétlenül materiális, és ugyanaz a csésze kávé egészen más árért is eladható, hogyha mondjuk szép a kilátás, és mosolyognak ránk, akkor ugye kapjuk a kávét, és így tovább ezt ugye és meg tudja lenni, hiszen az a kávé drágább, mint hogyha az érdemen egy ilyen konyhalmán fogyasztom a kávét, és ez akkor mint hozzáadott érték megjelenik, és még nagyon sok más példát is lehetne hozni, mert mondjuk egy Picasso, vagy egy ember a festmény nem csak ugye annyi, amennyi a vászon meg a festék, amit kikentem, hanem ugye ezt a csillagászati ügy értelemben is többszöröse az értéke, tehát vannak ilyenek, és ez egy fontos történet, és hát akkor egy érdekes elemzést ennek mentén be lehet mutatni. És most ezt a hátteret egy másik modellbe, egy másik szögből láthatva el lehet jutni ide is. És én nagyon örülök, ugye, hogy most ebben a teremben magyarul beszélhetek, de itt ugye vannak angol címszavak, hiszen ugye hát akkor mindjárt azzal az ambícióval vagyunk, hogy a világ is tudja valamit, mint abból a gondolathalmazból átvenni, amit mire jutottunk, hogy itt a következőt lehet mondani. Az a négy cella beszámozva, az itt ez a négy lehetőség is, ezek a nyilak mind a boldogság felé mutatnak. Tehát végülis nem azért vagyunk a jóban, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy itt éljünk és boldogunk legyünk. Tehát ezt kifejezni ez a modell. Tulajdonképpen itt szinte mindent lehet számszerűsíteni, tehát pedig fel van valamilyen körzetterelési adatunk, populárunk, van valami GDP adatunk, és van adatunk arra is, hogy szúrjunk, hogy jól ért az ugye, hogy áll a világon, illetve bármelyiket fejlesztetjük, tehát itt most ennek modellnek nem az a lényeg, hogy ezek a mutatók jók-e, hanem az, hogy érdemes ilyen logika szerint gondolkozni. És itt akkor a következőt érdemes látni. Hogy és egy ilyen kommunikációs javaslatom is volna, hogy ha van ez az, hogy ökolábium, és ugye ez kell ahhoz, hogy elégedettek, boldogok legyünk, az egy környezetterhelés, akkor érdemes lenne ezt is valahogy elnevezni. És ez ugye a köztudatban nem nagyon van benne. Tehát amikor úgy leszek boldogabb, elégedettebb, hogy közben nem nő az ökológiai lábnyomom, itt látszik, hogy a GDP most nő, ettől vagy nem nő, piacon vettem, hogy nem, az ugye opcionális, tehát az egyes utól nem nő, kettes utól nő, de nem biztos, hogy ez ebből a szempontból lényeges, de azért érdemes elemezni.
És hogyha hát rácsatlakoznak erre a népszerűvé váló fogalomra, hogy ökológiai, arra biztos, hogy akár a legvehemesebb kritikusa is az ökológiának azért el kell ismerjék, hogy itt azért tizennéhány év alatt történt valami, tehát ez már az ódát is van is kezdik is be, tehát azért ez egy jó ötlet volt. Aztán a számítás meg lehet tökéletesíteni, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy például egy ilyen égi lábnyom fogalmat, lesz, footprint, ezt érdemes bevezetni. Jó? És hogyha megvan a három adatunk, amit tudok mérni, akkor ez egy olyan modell, hogy három szabadságfoka van, tehát ez a negyedik már adja magát. Tehát ez nem egy új valami, amit mérni kell, hanem indirekt módon származható. Na és akkor itt az átalakított átlag formula, azért beszéltem az elején erről ennyit, hogy hát ha azért vagyunk a Földön, hogy azért eszünk, hogy boldogok legyünk, akkor ez az fordul, ez jobban megfelel hát az igényünknek, és erre egy politikát is jobban érdemes alapítani. Tehát, hogyha az impactot mondjuk valamiféle összeélettség, összpontosságban mérjük, ezért vagyunk a Földön, akkor ezt föl lehet bontani ilyen faktorokra, hogy népesség, jólét, influence, és valamiféle technológia. Most itt az influence-et, jólétet nem a dollár, amiért egyfelejtő GDP-ben néznénk, hanem az ökolábiumnak az egyfelejtő értékében. Tehát ökolábium per fő, akkor a fő az itt is esik. És akkor végén, ami marad, ez a T-boldogság. Valamiféle technológiája annak, hogy én hogy tudok boldog lenni, ebbe az összefüggésbe, az pedig ez a bizonyos boldogság, amit mérek mondjuk szubjektív jóléttel, osztva a globális helytárral, az ökolábiumnak az értéket tudnánk kifejezni. Tehát ez egy tört tulajdonképpen, már ismert adatokból képezve. Jó? Hát ez volna az a bizonyos églábom. És igen, értem, akkor egy is számszerűsíthető is. Jó? Na, és akkor következő van ezzel, hogy hát technológia az azért egy eléggé ilyen mérnöki technokrata megközelítés, hogy én azt mondom, hogy fontosság, hatékonyság, de mégis erről van szó. És aki ezt a nyelvet szereti, mert ilyen bátorságú, annak ugye ezt kell kommunikálni, hogy igen, növelő boldogság, hatékonyság, és akkor ezt érteni fogja. De azt azért valószínű, hogy az átlagembernek ezt kevésbé fog sokat mondani, de azt mondom, hogy égi lábnyom az lehet, hogy jobban keresztül vihető, és ezért ez az elvezetés. Most ugye az ember néha szembesül, hogy fölvált a spanyolja azt, van ilyen, hogy boldog-boldog index. Az például majdnem ez a hányados, csak ott még belekavarnak mindenféle ilyen alfa meg beta tényezőket, meg belehozzák a várható élettartamot is egyébként. Még vég nélkül lehetne tupírozni ezt a hányadost. Én azt gondolom, hogy az már kezdi elkenni a fókuszát, jól lehet. Meg lehet indokolni minden egyes ilyen módosítást ezen, de elbordítani az egészet. Szerintem ez tisztán, hogy boldogság per környezetterhelés az sokkal inkább érthető, de azért van ilyen, és ez egy fontos történet. Itt is lehetne ugye országok listáját előhozni, hogy hát ugye kik a legjobbak ebben, kik a kevésbé jó, stb. És itt hasonló lista van, amiket láttunk a kerekes professzornál, hogy más összefüggésben, hogy Magyarország például az Egyesült Államokkal van egy klubba, ennek az egésznek a végén kúdok, boldog bolygó index szempontjából. Persze mások miatt, az amerikaiak eszméletlen boldogok, csak akkor ökolábnyommal mind a ház, hogy így mondjam. És mivel a nevezőben van az ökolábnyom, ezért teljesen lerújtja ezt az értéket, tehát úgy kellene boldognak lenni is elégedetnek, hogy nincs akkora ökolábnyomunk, hogy nem bírja el a Föld. Magyarországnál meg ugye nem akkor az elégedettség, viszont az ökolábnyom se is azért ugye egy branchba tudunk lenni. És akkor ugye volt az egész égilábnyom történet. Én azt gondolom, hogy ez jobban megragadja a lényeget és a képzeletet, mint valamilyen kevésbé technikai jellegű, mint a boldogság, hatékonyságról beszélünk. És hát igen, szóval bejönnek ezek a vallásodok is, amikor ugye letalálták azt a bizonyos cikkemet, amivel ez ugye megjelent, hogy itt olvasik a footprint, akkor ott az egyik bíráló, illetve ez a footprint, akkor bíráló mondja ezt, hogy nem lehetne valami semlegesebb elnevezésnek, hogy egy lábnyom az lehet, hogy egy olyan áthallást ad, ami kellemetlen.
visszajöttem, hogy nem lehet, és hogy én is elfogadtam. Nagyon örültem, tehát így végül is ez így meg tudott jelenni, így látom. De azért a szép dolog, hogy igen, aki ezt belegondolja, spirituálisztás egyebek, az nyugodtan gondolja velem, mert tényleg ott van, tudok úgy boldogabb lenni, hogy cirkulárium ugyanakkora, vagy egy kisebb is. Akitől viszont ez idegen, aznak számára is azt gondolom, hogy ez működik, tehát egy lábnyom, hát az lehet, hogy olyan semlegesen felfogni, mint a földi ökolábnyomot, és akkor sok minden belefér, tehát ingyen tartok egy angol órát, vagy egy előadást, és attól borogatom ezeknek a hallgatók, akkor az már ilyen történet, tehát nem csak spirituális dolgok tartoznak ide. És aki nem hiszi, az ugye lássa, amit van, akkor... Köszönöm a figyelmet!